Köszöntöm a Pécs TV nézőit, kulturális magazinunkat, a Tónusokat látják. Ez a könyv életrajzi ihletésű családtörténet a mély szegénységből induló, de erős akarattal és sok nehézségen át feltörekvő nagy család sikereiről, kudarcairól, egy dinasztia emberöltőkön keresztül történő felemelkedéséről. Így szól a rövid szinopszis a pécsi szerző Orcsik Ferenc frissen megjelent könyvéről, a megvalósult álmokról, melyet a napokban mutattak be a Vasutas Művelődési Házban nagy érdeklődés közepette. Orcsik Ferenc számos szakmát tanult, az autószereléstől kezdve a pedagógián keresztül a közgazdaságtanig, ismerhetik a Pécsi Ipari Vásárok vagy a Pécsi Ifjúsági Központ korábbi vezetőjeként. Íróként is ismert, könyveket, novellákat jelentetett meg az elmúlt évtizedekben, kezdetben angol álnéven, majd saját nevén. Mindezekről mesél nem sokára bővebben is a szerző, akinek családjához gyerekkori, lakótársi viszony fűz engem, a Bajcsi utcai panelházak egyikében, közös lépcsőházban éltem felmenőivel. Ők a negyedikem, mi a tizedikem. A Megvalósult álmok című kötet azonban természetesen ennél jóval régebbi múltba vezeti az olvasót. Ugye én már kiírtam magamból nagyon sok mindent. Írtam regényt, novellát, krimit, pszichotrillert, színpadi drámát, mesekönyveket. Egy valamit nem írtam még, családtörténetet. Legalábbis oly módon, hogy dinasztia történetet. És azon gondolkodtam, hogy tényleg a neves pécsiek közül hát már elég sokat megírtak. Hát kit lehetne? És akkor azt mondja, hogy az én történetem is elég regényes. A szüleim, ahogy a mély szegénységből, az Alföldről, illetve az ormánságból bejöttek ide Pécsre, hogy felépítsék itt a dinasztiát, és egy új lehetőséget nyújtsanak a gyerekeiknek, az utódaiknak, egy jobb fejlődési lehetőséget. És ennek a sok keserve, kínlódása, öröme, bánata, ez valahol regényes történet. Kezdtem a dinasztria alapító nagyapámmal, aki 1900-ban született. Kerekén 1900-tól kezdődik ez a történet. A könyv első fele, vagy első harmada, negyede harmada, nagyapámról és apámról szól, és azoknak a családjáról. Tehát itt nem az én személyem az egyedüli, hanem az egész család, az egész dinasztia. Népes család voltunk. Ez egyrészt abból az alföldi hozadékból merít, hogy ott a falun tanyán élő családok, azok nagy családok voltak, általában több gyerekkel, hogy jobban el lehessen tartani, meg lehessen művelni a földeket, el lehessen tartani a családot. Mi is nagy család lettünk. Az én apámék még 9-en voltak, mi már 12-en. 12 gyerekes családból származom, ahol én fölülről a harmadik vagyok, az elsőszülött fiú. És a könyv második fele már az én koromról szól, de nem csak rólam, hanem a testvéreimről is, a családról. Mindenkinek a neve megvan nevesítve benne, csak az enyém nem. Én azt mondtam, hogy akkor tudom igazából ezt megírni, hogyha úgy gondolom végig, nem úgy, mint egy dokumentarista, hogy ez történt meg itt voltam, ott voltam, ez nem érdekel senkit, legfeljebb engem. De az, hogy milyen regényes dolgok történtek velem, azt ha kilépek az egészből, és kívülről nézem a történetemet, akkor élem meg igazán, akkor értem meg, és ezt úgy tudom. Ezért első, a harmadik személyben írok magamról, mintha nem is én lennék, hanem valaki külsőről írnék, egyes szám harmadik személyben, és nem említem benne a nevemet, csak zsenge koromban a kisfiú, erre gondolt, arra gondolt, ezt támadozott, azt támadozott. Nem véletlenül az a címe a könyvnek, hogy Megvalósult álmok, hiszen az őseimnek az volt az álma, hogy valahogy bekerüljenek egy nagyvárosi közegbe, és ott nagyobb fejlődési lehetőséget tudjanak biztosítani a dinasztiának.
Nekem is az volt a... Én először ugye autószerelőnek tanultam, mert családban minél hamarabb kenyérkereső kellett a sok gyerek mellé. Egyedüli kereső volt édesapám a 12 gyerekre, meg édesanyámra. Édesanyám csak a nyugdíjaztatás előtti 10 évben tudott dolgozni, amikor már nem születtek gyerekek, és a kicsik is felnőttek. És onnan küzdöttem már föl magam én is, és mindannyian, és leírom benne, hogy a családban hogyan volt vetélkedés, hogy ki a jobb, ki tanul jobban, ki az ügyesebb, ki tud jobban fejlődni, és eljutottunk végül idáig. Én leírom a gyerekkoromtól kezdve egészen addig, hogy igazgatóként mentem nyugdíjba, és előtte is, hogy milyen vállalatnál, meg intézményeknél voltam igazgató, és milyen eredményeim voltak, és milyen buktáim. Mert a bukdácsolást is természetesen megírtam. Orcsik Ferenc hívő környezetben nőtt föl, felmenői, szülei a nazarénus közösség tagjai voltak, és ez is hatással volt rá, amint most megjelent könyvében is mesél erről. Én ott nem írom, hogy nazarénus, azt írom, hogy a reformáció egyik ága, istenhívő, Krisztusban hívő család, és ez természetesen végigviszi a családnak a történetét. Gyerekkoromban én a vallásos közösségben nőttem fel, ezért már születésemtől kezdve énekeltek körülöttem, ezért lettem később énektanár. Vagy közösségben nevelkedtem, egyrészt a vallási közösségben, másrészt a 12 gyerekes családi közösségben, ahol egymást segítettük és egymásra rálicitálva igyekeztünk fejlődni. És ez indított engem arra felé is, hogy közösségi ember legyek, hogy a közösségekkel foglalkozzam, és a közösségeknek próbáljak valamit segíteni. A Pécsi Ifjúsági Központ igazgatójaként mentél nyugdíjba. Ugye egy nagy hagyatékod volt, és kétszeresen nagy, mert Nagy Sándortól vetted át, ha jól tudom, ezt a vezetést. Igen. És azután kezdtél el írni, hogyha jól tudom. 2014-re emlékszem. Így van, így van. Addig nem? De, ezt is leírtam a könyvben, már zsenge gyerekkoromban is meglegyintett az írás szele. Hát igazából először még csak ilyen kis verseket próbálgattam írni, még ötödikes koromban, amikor még nagyon zsenge gyerkőc voltam. Megismertettek, mikor látták, hogy milyen ambícióim vannak, megismertettek egy költővel, aki nem egy neves költő, hanem inkább egy ilyen népi költő volt, Szekszárdom, és Marosmenti Antalnak hívták, aki esténként a költeményeit felolvasta az utca népének. Ott az esténként az volt a kultúrház, ott oda hozták a Sámlit, kiültek a Szabó műhelye elémerő szabómester volt, és a hosszú, több oldalas balladáit, egyéb költeményeit felolvasta, és én is leültem, és próbáltam rímeket faragni. Ez volt az első zsenge próbálkozás, ebből természetesen nem maradt fel semmi. Később, 7.-8. osztályos koromban írtam egy ifjúsági kalandregényt, mert úgy éreztem, hogy hát én bennem már van annyitféle történet. Mindig egy álmodozó gyerek voltam, és akinek álmai vannak, annak gondolatai is vannak, és akkor mármint ébren álmai. Abból lehet később merítkezni, ma is abból merítkezem a gyerekkori és a fiatalkori álmaimból, és ezt helyezem el a mai modern közegben, mert hiszen a ma emberének írok, mai közegben játszódó műveket, tehát nem írok sem történelmi regényeket, sem kosztümös történeteket, sem szcifiket, hanem a mai történetben a ma emberének szóló, hogy ő maga is érezze magát benne. És utána középiskolás koromban, mármint szakmunkás képzős koromban,
írtam már novellákat, ilyen rövid, egyoldalas, négyoldalas gépelt oldalban történeteket, és akkor Kende Sándor író valaki, a Pécsi Írók könyvesboltjának is a vezetője volt, vele olvastattam el, és ő biztatott, hogy nekem írnom kéne. Na és ezután jöttek, hogy először a Volán művelődési állis könyvtárigazgatója lettem, majd a Városházára kerültem, a Tanácsházára, a művelődés irányításba. Ott dolgoztam 7-8 évig. Onnan a Családintézet igazgatója lettem, ami annak idején a rendező szerve volt. Azt szervezte az összes ünnepi eseményt a városban, a városnak. Utána pedig megcéloztam, amikor Markos György nyugdíjba vonult, megpályáztam a Ipari Vásár Kft. Igazgatói állását. Azt elnyertem, akkor ott egy ciklust ott dolgoztam, és utána jöttem vissza a kultúrában, amikor átalakult az Expo Centerrel építésével a dolog, akkor én eljöttem, akkor fejeződött be 4 évem, és akkor jöttem vissza a kultúrába, és itt lettem végül is igazgató, és itt fejeztem be a pályámnak azt a részét, ami azóta is természetesen folyik, hiszen ma sem álltam le, folyamatosan közösségeket vezetek. A Népművelő Baranya megyei szervezetének, egyesületének az elnöke vagyok. Van egy 78 fős, most már 80 fős borklubom, itt működik a nagy teremben, minden hónapban rendszeresen. Most ünnepeltük a 25 éves jubileumát, az ifjúsági házból hoztuk át. És van egy utazó klubom, amelyikkel rendszeresen ilyen kulturális turizmus utakat szervezek a környező országokba. Tehát folyamatosan én a családomban is élek, az unokáimmal boldog vagyok, de közben a közösségeket sem hagyom cserben. Sokat kérdezhetnék még, de közeleg a bemutató kezdése. Azt azért a nézőknek elmondom, hogy ez a csit, amit itt az előbb láthattak, hallhattak, ez egy atyai csit volt, mert ha jól láttam, éppen a lánya ment itt el a forgatás mellett, úgyhogy ezért mondom, hogy ezt aranyosan szerintem megtekinthetik a nézők is, de kettőt kérdeznék. Az egyik a mostani könyvvel kapcsolatos, a Megvalósult álmok. Ez történetmesélés, vagy hogy érzed, szeretne valamit tanítani is? Valamit átadni az olvasónak, valamit, és nem csak magát a történetet? Azt mondja Márai Sándor, nem tudom szó szerint idézni, de a lényege az, hogy egy valamire való író, az nem csak tükrözi a valóságot, hanem amit a valóság kelt a lélekben, azt próbálja megjeleníteni. Tehát egy kicsit megfogalmazni. Én ebben próbáltam bemutatni mindazokat a bukdácsolásokat, lehetőségeket, keserveket és örömeket, és azok hogyan fejlesztettek engem, hogyan vittek egyről a kettőre, hogyan segítettek tovább. Az én egész munkásságom arról szól, hogy boldogságkereső embereknek, boldogulást kereső embereknek próbálok segíteni, utat mutatni. A történeteim azok mind nehéz sorsú, de törekvő, boldogságot kereső, boldogulást kereső emberekről szólnak, és én próbálom mutatni hozzá a kiutat is. És ebben sem hazudtoltam meg önmagam. A másik pedig, hogy azzal kezdtük a beszélgetést, pontosabban te mondtad, hogy sok mindent kiírtál már magadból. De ebben azt éreztem, hogy de nem mindent. Úgyhogy ez nem egy utolsó kötetnek tűnik számára. Mesélj, hogy milyen tervezel. Messze nem. Ez azért, tehát nem az életpályám lezárásának szántam, hanem egy jubileumi időszak 15 éves alkotói kor lezárásának. Még jó néhány történet van bennem. Szeretnék egy kicsit foglalkozni a balatoni álmokkal. Már 12 novellát írtam a Balatonról, a Balatonon játszódó, ahol nem az a lényege, hogy
ki mit csinál, hanem hogy milyen érzelmei vannak, hogy mit érez. Hogy megmutatni a magyar tengernek ezt a csodálatos feelingét, amit senki más nem tud, csak az, aki már átélte, és ezt nem lehet megfogalmazni igazán, de rá lehet vezetni, hogy meg tudja fogalmazni önmagában. Hiszen mindenkinek ugye személyiség egy szűrőjén keresztül más és más a környező inger. Hát a Balaton 12 novellát is szeretném folytatni, körbe akarom írni a Balatont. Eddig eljutottam Balaton-Máriától Siófokig, és most haladok majd tovább. Minden településen játszódik egy-egy történet. A népművelő is kibújt belőlem, mert a kötet hátuljára ismeretterjesztő írást készítettem arról a településről, annak a múltjáról, jelenéről, törekvéseiről. Szeretném folytatni ezt a sort is, amit már a legutóbb elkezdtem, hogy pécsi emberekről, pécsi embereknek, Pécset játszódó történeteket, ahol itt visszaköszöntek azok az utcák, ahol mi most élünk. És mivel jelenben játszódik, ahol ők is most élnek, tehát érdekelté tenni a pécsieket benne, ez már a negyedik pécsi könyvem. Már három könyvem készült, ami Pécset játszódik, és ez is igazából Pécset játszódik, mert én már itt születtem. Pécset, ahol aztán az álmokból megvalósult álmok lettek, mint például a most megjelent Orcsik Ferenc kötet is, ami ezekről az álmokról szól. Átadták a Baranya vármegyei Prima és az év vállalkozója díjakat is Pécsett a Horváth Színházban. Amint arról a Pécs TV híradójában is beszámoltunk, a Prima Primissima díj célja és eszmeisége kezdetektől változatlan. Alapítója, a néhai Demján Sándor szándéka az volt, hogy a közösség elismerje a különleges teljesítményeket és a példamutató emberi magatartást. Lassan 20 éve immár, hogy vármegyénként is díjakat adnak át, ezt a Vállalkozók Országos Szövetsége szervezi meg. Baranyában a magyar tudomány kategóriában az idei Prima díjat dr. Medvegy Gabriella, a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karának dékánja vehette át. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Nemerei Péter, a Mandulafa Waldorf óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola alapítója és helyettes intézményvezetője kapta a Prima díjat. Amivel pedig az esemény kulturális magazinunkhoz, a Tónusokhoz kötődik, hogy a magyar népművészet és közművelődés kategóriában a mohácsi Rosta Endre vehette át a Prima díjat. Az egyedi busó állarcokat és maszkokat készítő népi iparművész úgy érzi, munkásságának elismerése különleges megtiszteltetés számára. Nagyon meg vagyok illetődve, hogy kell kezdenem. Tehát igazából most kapok szikrát, úgy nagyjából, hogy hol is vagyok, és mit is kapok. Mikor először megkerestek, igazából azt tudtam nagyjából, hogy mi ez. Hát az életemnek egy meghatározó napja ez azért, és nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt, és nagyon-nagyon köszönöm. Hát szerintem akár egy művésznek, de akármilyen embernek egy elismerés, pláne egy ilyen rangos megyei díj, egy Prima díj, azért meghatározó az ember életében, és szerintem ez egy ilyen mérföldkő. Rosta Endre 1975-ben született Mohácson, és több mint 20 esztendeje 2001 óta foglalkozik faragással. Mint önmagáról írja, többnyire az ismert fafaragókra jellemző irányvonalat ötvözi egyedi, sajátos stílusjegyekkel. 2004-ben nyitotta meg faragó műhelyét, amit még egy garázsból alakított ki. 2007-ben már saját látványműhelyt nyitott Mohácson, 2013-tól a Busó udvarban alkot. 2009 óta vagyok népi iparművész, 2000-es évekre datálom, amikor idézővel pályafutásom, amikor kezdtem el ebben igazából úgy mondom foglalkozni, hogy jobban érdekelt, mert ugye előtte is a busújárás aktív tagja voltam, és akkor kezdtem így magamnak kialakítani ezt. Egy külföldi munkára jöttem haza, és igazából valamivel kezdenem kellett itt a Magyarországon, és igazából akkor kezdtem én ezt el, és akkor mi ugye nem voltunk se a világörökség része, ami 2009 óta meg kell említenem a mohácsi busújárást, hogy UNESCO listára kerültünk. Ugye én pont abban az évben lettem népi iparművész, igazából a fiatalok közül az első, egy idősebb úr volt előttem, aki népi iparművész volt, és a fiatalabb generáció azóta, most nem azt mondom, hogy öreg vagyok, de az már jó pár éve volt, de elment egy kicsit az idő, tehát a fiatalok közül abban az időben az első voltam.
A maszkok már egészen fiatal korától részei az életének, bár eleinte még nem a faragás miatt, hanem inkább a gyerekkori élmények végett. Gyerekkorom óta ez szerves része volt életemnek, és azt is elárulom, hogy én, amikor nagyon kicsi voltam ezektől, valamilyen szinten féltem. És hát az mi állarcaink, vagy az én állarcaim, azok ilyen rémisztő hatás, de egyben mosolyog is. Tehát a mohácsi állarcnak az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mosolyog, de egy kicsit ilyen ijesztő hatásom van, mert ez egy téltemetű tavaszváró ünnep a mohácsi busójárás. És hát a régebbi időben mi sertésvérrel kentük az állarcokat, most már kicsit igazítva különböző pálcokkal dolgozunk, de maga az állarcainak a meghatározó formája az egy mohácsi jellegű, ilyen vicsorgós, nem is mérges, hanem ilyen mosolygós, kaján mosolyú állarcokat készítek. És hogy miképpen és mennyi idő alatt, azt röviden összefoglalja a friss Prima díjas Rosta Endre. A nagyméretű állarcot mondom, tehát egy nagyméretű állarcnak az elkészítési ideje az 3 nap. Egy nap a festés, vagy egy nap a faragás, tehát az ember megfaragja, második nap ki van festve, és a harmadik nap pedig készre van készítve, tehát fölbűrözzük és fölszargozzuk. És így szoktunk mondani általában 3 napot. Rosta Endre munkái iránt külföldről is nagy az érdeklődés, és nem csak a télvégi busójárás idején. Mindenféleképpen, és nem csak külföldön, hanem hála Istennek itthon a legszebb ország a világon, Magyarország, hogy itt is egyre nagyobb az igény az egyedi készítésű dolgokra, de nem csak a busóállat, hanem amit általában egy iparművész vagy egy alkotó készít, de külföldön ez már ugye nagyon nagy idézőjelbe divat, hogy tehát hogy népi iparművészektől azoktól az alkotóktól vásárolnak, ami helyi portéka. Alkotói munkájával Rosta Endre még sokáig szeretne hozzájárulni a busójárás hagyományának megbecsüléséhez, egyre szélesebb körben történő ismerté válásához. Mint írja, a busójárás hagyományának megbecsülését szeretné növelni, így fontos célja és feladata a fiatal, felnövekvő generáció felé átadni és átörökíteni a hagyományok ismeretét és szeretetét. Kulturális magazinunkat, a Tónusokat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, várjuk Önöket jövő hétfőn is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.